Üdv itt nálam éjszakor. Ez a Mikulás birodalom. 1000 éve zúg a gyár, de még mindig izgalommal vár. Mit sem ér a tapasztalat, ha az időnk rohadt, szalad? 100 évesen kell egy csapat, nem csinálhatsz mindent magad. Én nyomom a ritmust, a Manó meg a ritmust. Ők táncolják el a rímet. Együtt visszük el a prímet. Valami újba kortyolok, és néhány szokást elhagyok. Bár változik a kor, a lényeg a zavat. Csak az idős printtel az ünnep marad. Nyugdíjba ment minden szarvas, majd számít velem a rémtalpas. Egy fél motoros télapó tudja már, mi a jó. Hogy a régi mesét felüdíti új jelszó, a Xixó. Akkor körbe mutatnám, hogy ki kicsoda. Az Adrián a főberendezőnk, és a látványért egyrészt felel, meg mindenféle operatív gyártási feladatban serénykede. A Farkas Dani az OMG rezidens operatőre verkfilmezett, illetve ő is ugyanúgy molinózott, és pakolt, és beleadott mindent. A Zoli a 360-as képekért felelt, illetve ő is verkezett, meg pakolt, meg molinózott, úgyhogy mindenben részt vett, a Babi berendezősködött legfőképp, ő rakosgatta a macit, meg a teákat. Ugye a levező koordinációs asszisztensünk, ő volt ugye a szélfúrja, a szélgépesünk. Igen, és a szélgépesünk, a látványtechnika nagy részét ő vitt. Igen, igen, az effekt felelős. A Brigi pedig gyakorlatilag rendezőasszisztensi mi voltában nagyon sok mindenben segített, ami kitalálás volt, és végig a forgatókönyvírás mentén ötleteket adott, illetve a kedves táncos párunkat. Szeretőbe tartotta a lelket. Egyrészt tartotta a lelket, meg ahogy az ő ismerősei, tehát hogy rajta keresztül érkeztek. És a Széna is egyébként, aki most nincs itt már. Sajnálatos módon is üdvözöli. És akkor tovább menve a Petőfi vérek. Ők adtak nekünk fényt, és ők világosítottak. Kristóf, te fővilágosítói mi voltadban voltál, Gergő pedig volt a fármester. A helyszínünk adott volt, ami nem igazából a Mikulás gyára, hanem a Xixó Ice-ra gyára, ahol Ice-deákat készítenek. És attól, hogy ez a gyár elveszítse a gyár hangulatát és karácsonyibb legyen, ugye két módon lehetett ez, két módon értük el, az egyik a díszítés mennyisége és miensége, hogy az milyen nehéz feladat volt. Ez, vagy ehhez a világítás úgy járult hozzá, hogy különböző színező fóliákat használtunk, amivel különlegesek is voltak. Vittorio Storaro-nak az egyedi fóliái, cián, olyan a red, amik segítettek ennek a kultúrának a kialakításában. A sok ezüst felület, a sok fém felület nagyon szépen fölvette ezeket a színeket, és nagyon szépen becsomagolta egy ilyen kis csomagba, egy ilyen kis Mikulás csomagba ezt az egész gyárat, és szerintem ez nagyon sokat tett hozzá így. Tessék! Jó, kezdj el lent mutatni! Füst! A Tomasz, aki volt a Mikulásunk, most egy nem biztos... Hihetetlen módon ő az. Igen, nem biztos, hogy lejön róla, már csak annyi a maradék, ami ott mellettem a bőle. Baromi részletes, aprólékos munkát láttam magam körül.
igazából az úgy festett, hogy én vagyok szintén az utolsó pont, vagy a legsenkibb senki. Mert mindenkinek annyi feladata volt, és annyira profin rákúszott az egész műveletre, hogy... Ezt hívják főnöknek. Én nem csinál semmit, és körülött a dolgot. Teljesen jól álltottam én ezt a szeretetet. Jól működött. A Mikulás a főnök. Valamilyen vezérlőpálca hiányzott a kezemből. De ami borzalmasan furcsa volt a Tomival kapcsolatban, hogy mi 15 éve ismerjük egymást, és a barátság része megvan, de ahogy rákerült a smink, felvette a szakát, egy csókolommal akartam neki köszönni. Nem, tényleg. Valahogy az az érzésed volt, hogy tiszteled az ember. Igen, tehát hogy megjelent, és volt egy ilyen glória körülötte, vagy egy ilyen... Mindenki jelentgetni, mert fotóztok, nem igazán. Igen, de tényleg. Egy sosem ide itt meg egyébként. Igen. Most adom, hogy tehát lehet mondani, hogy a Mikulás az egy szeretett dolog. Tehát igen. Igen, abszolút. Tehát, hogy így tényleg így megvolt egy ilyen, megjött egy tömb. De milyen volt átalakulni szóérzésben a te aspektusodban milyen? Teljesen különleges élmény volt, nem szoktak engem sminkelni, nagyjából soha. Mivel foglalkozom, csak a nézőket mérben. Igen, a alkoholmentéssel foglalkozom. Ebben a szakmában ez kieső jelenség az, hogy az ember. Valójában az, hogy valami transportálsz A-ból B-be, az ugyanúgy ajándék, vagy éppen autó, ilyen szinten a szállítmányozási rész az a Mikulásnál is megvan. Igen, a száj az nekem mindig nagy problémám volt, hogy nincs Mikulásnak szája. Igen, ezt Esztertől is kaptuk folyamatosan, hogy megáll, sminkes, rohan, száj, készít. Az történt, hogy ennek a maskarának a száj része, úgy festett, hogy a bajusz és a szakáll közötti rész, ahol az ajkaimat kellett volna kidugnom, az olyan kicsik a volt, hogy nem fékeztem. Meg az egész közben így csúszott lemektől, és így a sokszor fogammal fogtam meg a számmal, hogy azon nem mozduljon. Ezt egy hét közöttem azt mondtam, hogy nem megy a pofán. És hát Bori meg Norbi a kedvenc táncosaink. Ti meséljetek már egy kicsit, mert a ti részetek nem volt. Ugye volt egy első képünk második nap. Az történt, hogy nem tudom, ezerszer fel kellett venni ezt a snittet mindenféle ilyen apró hülyeség miatt. És te voltál a legnagyobb szenvedője, ennek már folyamatosan fel kellett menned ott is újra, és a lábad tönkre ment tőle, vagy nem tudom. Igazából ez benne van, tehát ez egy olyan trükk, ami ugye a combomnál fékezek be. Hát a 20. után nyilván már úgy érzi az ember. Szívesen vállaltunk volna tudod, hogy ketten vagyunk, tehát letartom, és akkor úgy bármilyen képet vagy valamit. Tehát, hogy igazából ez tényleg csak egy annyira apró kis jelenet, de hát nyilván erre volt szükségetek. Az a furcsa, amit azt érzed, hogy keveset nyújtottatok, de hogyha bármelyikünknek kellett volna fölemenni a másikat, pedig tisztul leengedni ugyanúgy, akkor egyikünk sem tudta volna megcsinálni, szóval azért kellett tovább, mert ti vagy ezt képesek erre. Igen, meg azért egy ilyen filmnél azért benne van az, hogy része vagytok egy nagy egésznek. Igen. És itt nem feltétlenül mindig az történik, hogy ti megmutatjátok azt, amit a legjobban tudtok. Illetve, hogy a valós művészi részét a hossznak a megfelezése, meg lecsapása, ugye a reklámfilmes mi volt, amiatt sajnos egy részét megölte, nem lehetett végigmutatni ugye azokat a produkciókat, amit szívesen megmutattunk volna. Hát igen, azért volt egy-két olyan snit, Kristóf fogalmazta meg nagyon jól, ezt azóta is használom, a banányi snit. Amin elcsúszik a forgatás. Igen, ezt megtanultuk. És meg a targoncát kiabálva, az itt csak a fülembe. Ez a két dolog ragadt be. Hol a targonca? Igen, mert egy emelőkocsit kértünk, amit befejezett ugye a két sor közé, és ők sem rakták még oda soha be ilyen két. De ez melyiknél volt? Gyakorlatilag a kötelet szeretünk volna fölrakni a karácsonyi fával nagyjából egy csíkba. Ez az első snit. Igen, és 7 méter magasan volt, létrához nem lehetett, mert rögtön meghalt volna bárki, aki fölmegy a létrára. És gyakorlatilag azt mondják, hogy van ilyen kocsim, persze most vettük vadonatúj, a telepnek a vége. Na most tudjuk, hogy a helynek a telepe azért, mit tudom én, egy kilométerre van a vége. És ilyen csiga módban ez a szerkezet, ez körülbelül egy, nem tudom, 20 perc alatt ért oda. Igen, de filmes szemmel szedve 40 perc, az egy öngyilkosság bármi. Főleg egy órával később indult el, mint kellett volna. Igen, és én meg folyamatosan mondom, hogy hát kéne jönni. Az ember mondja, de hát jövök, szóval nyomta a kart. Mellette meg ott áll a fővilágosító, hogy na mi az Isten van már? Most erre mit lehet mondani, hogy az ember furt nyilgázoljon a helynek az útban.
Ja, hát, tudik el, hogy ez az izé klasszik nyúl meg teknős üzemmód. Igen, és nyúlba jött, szóval nyúlva meg overdrive-on nyomta a kart és semmi. De azért a State Monover volt ott, mint a tepréssel. Igen. Oda szerintem... Le kellett szerelni a bogárfogót konkrétan. Az épp bogárfogó. Volt egy ilyen, ugyanaz a kék bogárfogó, amit így bárhova kirak az ember, ez a... ami megszíti az állapkákat, és az attól nem félt el. Azt hittem, hogy a kocsin volt bogárfogó, mert annyira gyorsan közlekedik, nem, hogy... Nem, a két sor között volt, így felvél, hogy ezt meg kellett szerelni. Hagyjázzal elfér! És igen. Menet közben ez, na vinnék a lámpát, jó, de hát a bogárfogó, de nem férünk oda, szóval hogy ez így, ennek nagyon jó kis hangulata volt így. Azt kérem mindenkitől, hogy amikor azt mondom, hogy felnéz és mutás, tehát most külön nem akarom mondani ezt, hogy mutás, hanem fölnéztek, és arra, abban a pillanatban, hogy fölnéztek, egy picit megdermeltek, és már rögtön kezdtek futni. Mert egy kicsit későn kezdtek el futni, hogyha külön mondom. Jó? A György a gyártásvezetőnk, és az OMV osztopos tagja. És ő is mindenféle... És egyébként a Zsófi, meg a Babi párja, a legfőképp. Mármint, hogy munkaügyileg. Munkaügyileg. Csak a helyemet eladtad. De hogy ők együtt dolgoztak nagyjából az egész produkció során, és akkor ő is berendezés ködött. Hiányzik még a Hartung Dávid az operatőr, és a kedves a Tóth Evelin, aki meg operátorként vett részt a munkában. Ő gyakorlatilag azért jött, hogy a kránra őt tudjuk felrakni, hogy kevesebb ellensúly kell, csak ezt aztán... Egyrészt meg akkor a Dávid tudta nézni a kompozíciót, anélkül, hogy állnom le kell ugrálnia, így ő ezért volt ott. Illetve még a kör úgy zárul be, hogy volt ugye három parkúrosunk, aki a... Három parkúros? A kultúrát még színesítette egy kicsit a szereplőknél. Parkúros rácoknál azért ott én is... Nekem az volt a bejáráson is, mert ugye előtte voltunk egy bejáráson, meg itt a forgatás elején is volt egy ilyen félelmem, hogy mondom, ezek itt fognak ugrálni, ezek között a vasak közt, meg minden kemény, meg éles, meg rideg, és meghalsz tőle, ha rása. De hát életveszélyes, igen. És ez valószínűleg ez nekik nem volt nehéz terep. Tehát, hogy ők ilyen alap dolgokat csináltak, csak azért, tehát hogy nem ismerjük őket. És akkor benne van az, hogy a film kedvéért esetleg túlvállalja magát, és megöli magát. Én akkor először fölmentünk a karzatra, és lemutatott, hogy arra a vasra ráugrik, és onnan le, és így lenéztünk mind a ketten, és hova ugrat? Szeptember környékén kezdtük el ezt, ugye? Tervezni. Már nem, ezt ott kezdődött, hogy kitaláltátok a Brigivel ezt a mozgáskultúrát dolgot, hogy erre kéne felépíteni ezt a történetet. Igen, hát gyakorlatilag onnan indult ez az egész, hogy az volt az alap gondolat, hogy van-e a Hellnek ez a gyára, és akkor mi lenne, hogyha Mikulás gyárként használnánk. És akkor először ugye az volt a gondolatunk, hogy ezek a manók bugdácsoljanak, meg ügyetlenkedjenek. Viccekedjenek, igen. Hát, hogy így elcsúsznak ilyen tipikus, ilyen Benny Hill-es, banánhíjas poénok, csak aztán ezt meg túlságosan, így nem tudom, tehát, hogy ezeket már ellőtték, meg nem lett volna annyira húzása. Az egész történet valahova oda akarnak kiukadni, hogy van egy csomó ilyen klasszikus mikulásos téli reklám. És akkor ezekben mindig ez a meleg, családbarát, ilyen kellemes, puha, ilyen otthont idéző dolgok vannak. És egy kicsit el szerettük volna abba az irányba tolni, hogy a fiatalabbak, tehát hogy az ilyen 10 és 20 év közöttiek körében is így valahogy emésztető legyen. Tehát legyen egy kicsit menőbb ez a dolog, mint ez a klasszikus mikulásos vonal. És akkor ezért próbáltunk bevonni ilyen táncművészeket, meg parkúrosokat, akik ilyen egyszerűen menő mozgásokat adnak elő, és hívja a figyelmet úgymond magukra. És emellé meg tök jól áll a Mikulásnak az, hogy ő visz egy ilyen klasszikus vonalat, de ugyanakkor benne is van egy ilyen visszafogott menőség, hogy már nem a, ugye a rénszarvas szánnal megy, hanem a réntalpassal. Hát az egész gyár hangulat egy kicsit megmarad ilyen klasszikus vonalnak, de közben meg van egy ilyen menő vonulata az egésznek, és ez alkalmazkodik a zeneválasztás is. A narrátor, a Pap János, ugye, akinek a hangja, ő a klasszikus vonalat erősíti, tehát hogy ezek ilyen kicsit ambivalens dolgok. Mondhatjuk eklektikusnak, igen, de gyakorlatilag egy kicsit meg akartuk kavarni ezt a mikulásos fazekat.
Hát itt képe van a kulton miatt köszönet Babinak az anyukájáért, mert ezt éjszakában nyúlva ő varrogatta. Most megköszönted Babinak Babi anyukáját? Igen, igen, igen. Köszönjük, hogy anyukád létezik. Ezzel neked köszönjük, hogy létezik anyukád, és megvarta a kulton. Igen. Hát ez gyakorlatilag előző este készült a kulton. Igen. Mindig eldöntöm, hogy minden meg lesz előre, és itt is nagyon sokat dolgoztunk előre, meg már szinte minden le volt tervezve, hogy hogy lesznek a snittek, hogy lesz mindenféle. És akkor az lett nekem mindig az egy kívánalmam van, hogy egyszer végre lehessek akkor annyira előkészülve, hogy előző este, ilyen este 10-kor mondjuk, nem, nincs nagy vágyam, tehát nem akarok ilyen 8-kor, 6-kor vagy ilyesmi, vagy előző nap teljesen, de mondjuk ilyen 10 körül le tudjak pihenni. Na hát ez soha nem jön össze, hanem mindig az van, hogy hajnali 2-3 vagy, amikor még hányszor van olyan, hogy végig toljuk az egész éjszakát, és akkor úgy indulunk el. Szerintem ez ilyen filmes szakmai probléma, szóval nem létezik olyan, hogy... Nem, ez szerintem nem ilyen film szakmai probléma, hanem a tűreszelés, tehát hogy ugye az utolsó... Pontosan úgy szokott kinézni, hogyha egy héttel előtte már kész vagy minden, akkor adsz egy hetet, hogy elromoljanak a dolgok. Igen. Ezért kell mindent az utolsó pillanatra hagyni. Ahogy elindul a szett, tehát összeáll, és elindul a felvétel, akkor egész egyszerűen a felvételeken az látszik, hogy mindenki áll. Csak a színészek mozognak, meg az operatőr valamennyire, meg a fártmester, ugye? De úgy a maradék 30 ember csak körbeáll és nem csinál semmit. Ez azt jelenti, hogy mindenki jól végezt a dolgát. Igen. Igen. Meg most befűvölt befutás előtt. Igen, csak ezt ugye nem vesszük föl, mert az nem érdekes, vagy hát olyankor a Werk stáb is üvöltve rohangászva pakol, de rengeteg munka, tehát hogy itt van egy közel 40 fő stáb, és folyamatosan mindenki egyfolytában dolgozott. Az, hogy minden apró kis szikra, meg mozzanat, meg tárgy, meg doboz, meg tényleg minden a helyére kerüljön, az egy óriási munka. És köszönöm az egész stábnak a nagyszerű munkát, és reméljük, hogy a nézőknek elnyeri majd a tetszését.